a mi határmentiségünk egy feladattal lát el bennünket, hisz mind Nyíregyházán, mind Fehérgyarmat, mind Mátészalka vonatkozásában Kárpátaljára nagyon sok magyar veszi igénybe a kórházi szolgáltatásainkat. Én, mint valóban, mint szülésznőgyógyász, tapasztaltam saját magam, és tapasztalom mind a mai napig is még, hogy mind szülni, mind nőgyógyászati műtétekre is jönnek át Kárpátaljáról. És hát nagyon sokszor sajnos olyan elhanyagolt állapotú beteget kaptunk, és betegekkel találkoztunk, ami mindenféleképpen elgondolkoztatta az ember, egy magamfajta vezetőt is, hogy mit tudnánk tenni ebben, ennek az érdekébe. És éppen ezért hát nagyon kapóra jött, hogy így mondjam, amikor Biró Erzsike főorvosnővel találkoztunk és beszélgettünk egy más esemény kapcsán, hogy hogyan tudnánk valamilyen módon csökkenteni és valamilyen módon segíteni az itt élő kárpátaljai magyarokat abban, hogy a betegségüknek a diagnosztizálása, terápiái minél magasabb szintű legyen, és akkor jutottunk el arra meg elhatározásra, hogy gyakorlatilag ugye a fertőzések, amelyek a leginkább veszedelmesek, hisz a kanyaró az Magyarországra is átjött, és ott is problémát okozott. Tudjuk azt, hogy mit jelentenek ezek a fertőzések. Éppen ezért örömmel tudtuk értesülni arról, hogy létezik ez az interregionális projekt, ahol ugye a fertőzések megelőzésére lehetett pályázni. És hát ebbe tulajdonképpen beszálltunk. Magának a projektről egy néhány gondolatot, ha megengednek, hogy a projekt az durván 1 millió eurós összeget jelent, és ebből a 3 kórház fog részesülni, tehát itt a Munkácsi, az Ungvári, illetve a Nyíregyházi kórház. És a mi projektünk, mi vagyunk a vezető partner, tehát egy projektnek mindig van egy vezető partner, mi vagyunk a vezető partner. Nálunk egy laboratóriumi eszközt fogunk beszerezni, és azon kívül az úgynevezett jó gyakorlatokat szeretnénk, tehát a laboratóriumi fertőzés megelőzési gyakorlatokat szeretnénk itt a kárpátaljai kollégáknak átadni. Tehát ez egy nagyon aktív, humán erő továbbképzési programot szeretnénk megvalósítani, hisz nálunk megvannak azok a feltételek, amelyek már itt még sajnos nincsenek, de pont ezzel a projekttel, amit most elnyertek, nagyon nagy lépést tesznek elé, és akkor már még inkább, közös nyelvet tudunk beszélni.